újra nyitották a manchesteri pályaudvart, amelyet az egy héttel ezelőtti robbantásos merénylet után zártak le. A 22 halálos áldozat emlékére virasztást tartottak a gyászolók. A brit belügyminiszter azt mondta, eddig 16 ember tartóztattak le, de további rendőrségi akciók is várhatóak. Virágok és mécsesek ezrei borítják a manchesteri Szent Anna teret, egy héttel a halálos robbantás után is. Az öngyilkos merénylet 22 áldozatára több ezer ember emlékezett a Manchester Arena közelében. Közben ünnepélyesen újra nyitották a manchesteri Victoria pályaudvart, amelyet a robbantást követő nyomozás miatt zártak le a hatóságok. A Victoria pályaudvar újranyitása egy fontos mérföldkő a város életében. Azt mutatja, hogy az élet megy tovább, és a város visszatér a normális hétköznapokhoz. Persze a gondolatainkban még ott vannak a családok, akik elvesztették a szeretteiket, azok, akik megsérültek és kórházban vannak, mondta a polgármester. A manchesteri rendőrség újabb felvételeket adott ki a robbantásos merénylet elkövetőjéről, amint egy közértben vásárol. A Salman Abedi-ről készült videót néhány nappal a támadás előtt rögzítették. Megjelent ugyanakkor egy másik felvétel is a merénylőről, amelyen egy kék színű bőröndel sétál. A rendőrség szerint a robbantás közben nem volt Abedinél az utazótáska, ezért arra kérték a lakosságot, hogy ha bármilyen információjuk van a bőröndről, értesítsék őket. A múlt héten történt merénylettel kapcsolatban eddig 16 ember tartóztattak le, akik kapcsolatban álltak a támadóval. A brit belügyminiszter szerint továbbra is várhatóak razziák. A legfontosabb, hogy az elhárítás és a rendőrség szabadon tudjon dolgozni. További letartóztatások várhatók, és a nyomozók vizsgálják a hatóságok által korábban elkövetett esetleges hibákat is. Egyelőre korai lenne kijelenteni, hogy voltak-e elkerülhető hibák, mondta a belügyminiszter. Az eset hatására a terrorizmus elleni harc lett az egyik fő témája a két hét múlva esedékes előrehozott választás kampányának.